Üdvözletem mindenkinek, Necrocrim vagyok, és hoztam nektek egy Nuke a gameplayt abból a játékból, amiről én úgy érzem, hogy mindig hazamegyek, hogyha játszok, és ő lenne ugye a Modern Warfare 2, a másik a COD 4, amivel szint úgy vagyok. Nem kell sok idő, hogy újra belendüljek, és újra jól tudjak játszani, hogyha erről a játékról van szó, úgyhogy Crash It barátom fogott is, és elvitt MV2-zni, mert fölmerült, hogy mivel játszunk, Black Ops 2 vagy MV2, és akkor legyen MV2, mert Black Ops 2 az furcsa. Na, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha tetszik nektek, ha nem, de ez a játék még mindig üt, szóval akárhonnan nézem, de ez a játék az elmúlt idők egyik legjobb Call of Duty-ja, legalábbis számomra sokkal jobb, mint MV3, Black Ops és Black Ops 2. Lehet, hogy azért, mert már annyi órát játszottam ebbe, de persze itt értem el a teljesítményem egyik csúcsát Call of Duty-ban, de azt kell, hogy mondjam, a sok éves tapasztalat, ez a játék számomra, ez még mindig tud ütni. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vélekedtek erről, nektek melyik lenne az a Call of Duty, amelyik üt, és úgy érzitek, hogy mindig tudtok napra készek lenni belőle, és mindig jól játszotok, hogyha hosszú időre is abba hagyjátok. Miért is raktam fel most ezt a gameplayt, hogy kicsit beszélgessünk még ugye az MV2-ről most így a Ghost hajnalán, és látva a Ghostos trélelket, hogy egy kicsit már azért igényesebbnek tűnik a játék, valami többet próbálnak hozni, remélhetőleg ezek ugye csak trélerek, de ugye az MV2 megjelenése a Black Ops után azért, Black Ops után jelent meg, lehet, hogy a COD 4 után jelent meg a Black Ops, fene se tudja, már a lényeg az, hogy egy igen nagy változást hozott be a Call of Duty-ba, ugye bevezették a többes killstreak rendszert, elsősorban ami hihetetlen kedvet adott legalábbis számomra ahhoz, hogy olyan dolgokkal foglalkozzak, vagyis olyan killstreakekkel játszok, amihez kedvem van, és választhattam. Nem beszélve a fegyverek jó kinézetéről, ugye szerintem szebb grafikában, mint az MV3-nak, és nem beszélve arról, hogy a killstreakek milyensége, hogy a nuke-ot behoztak, azért az elég különleges volt, és egyik játék se tudott egy ilyesmit felmutatni akkoriban, és Call of Duty terén is hatalmas újítás volt, nem beszélve arról, hogy fegyverhangok, ugye Black Ops 2 szögbe lövő fegyverhangjához képest az MV2 fegyvereinek, kb. Összes fegyvernek különböző hangja van, és sokkal szebben szólnak. És azért játék befolyásoló tud lenni, hogyha az ember egy olyan fegyverlet lő, aminek jó hangja. Nekem például nem annyira jön be a Scar-nak a hangja, de az a fegyver, amely annyira kényelmesen tudok lőni, mert egy olyan nyugodt tempóban lő, amilyen nyugodt ember vagyok, és emiatt mindig jól tudtam játszani vele. Na, szóval rövid kis videó, ez igazából csak annyit szeretnék még elmondani. Aki akar még MV2-vel játszani, annak nem javaslom, hogy vegye meg Steamen, mert gyakorlatilag annyira kihalt a közösség már, hogy gyakorlatilag éppen, hogy csak TDM-ben lehet játékot találni, akad még Dominationben is, de annyira nem jó már az online közösség. Persze még most is látunk olyat, aki csak most vette meg a játékot, vagy mert hogy egyes szintű volt első persze, egyes szintje, és én azt javaslom, tehát az, hogy aki szeretné kipróbálni, aki nem próbálta még, vagy szeretne MV2-zni a régi szép idő kedvére, én azt mondom, hogy az Alter Rev csapatát keresse fel Facebookon, és töltse le az ott lévő alkalmazást, töltsön le egy MV2-t, de akinek Steamen van meg az MV2, az is jó hozzá. Ha letöltitek az Alter Rev-ről, tehát Facebookon Alter Rev, letöltitek az alkalmazásukat, és futtatjátok, még ha Steam-es MV2 is, akkor is meghekkeli, hát update-eli, én így fogalmaznánk, szóval frissíti, és megkapjátok mind a hozzáférés, amit az Alter-F csapatja nyújt, új pályák, új játékmód, nem, nincsenek új játékmód, de sokkal jobb szabályzat, új pályákkal, és van online közösség ott. Szóval köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!